Valami zavar van az erőben. Amióta beléptem az iskola területére, nagyon erős félelem rezgéseket érzek az erőben. Ugyanakkor egy pillanatra se felejtsük el, hogy csak is a jelen számít. Érezd, ne töprengj, hallgass az ösztöneidre. Az erő legyen veled. Ez aztán az impozáns Yandere fegyver. Igen, heavy atta. Ezzel könnyedén Moresre fogom tanítani Megami Psycho kutyáit. Hallod ezt, Megami Psycho? Tudom, hogy ott vagy bent. I'm coming for you. Ó, hogy fut, figyelitek? Úgy fut, mint egy ninja. Akkor már ez inkább Naruto Yandere Wars. Mielőtt még belevágnánk a nagy küldetésünkbe, megkeresem egykori mesteremet, aki már visszavonult. Mesterem, visszatértem nagy utazásomról, és látom, hogy az iskola megtelt sötétséggel. Bár meg kell hagyni, én sem vagyok túl világos, mint ahogy láthatja, de Megami Psycho rémuralmának véget fogok vetni. Ez az iskola jobb sorsra érdemes. És miután a diák tanástagok összeégett darabokban lévő hullája fölött fogok állni, akkor ennek az iskolának én leszek az igazi ura. Ígérem, mesterem, hogy nem fogsz csalódni bennem. Nem félek semmitől. Hát majd fogsz! Most pedig, mesterem, indulnom kell. Na, húzzatok innen, ez a én helyem. Azért fénykarddal egyszerűbb elintézni őket. Ezt a helyet nevezem ki az ideiglenes főtni szállásomnak. Látjátok? Torajos hiszan. Megami Psycho egyik kutyája. Végezzek vele? Nem, még túl korai. Gyanút fognának. Ha Megami Psycho egyik embere csak úgy eltűnne, az gyanús lenne. Most még várok. Ó, az igen, ezt a kommandózást figyeljétek! Így kell fénykardokkal a kézben mászkálni. Elképesztő. Na ez tök buli, srácok. Így kell lefutni a maraton. Így kellett van edzőmontát csinálnom. Mennyivel egyszerűbb, hogy te per. Látszik, hogy az erő velem van. Ó, látjátok, hogy fosnak a kemény legények. Vigyorogva vannak megijedve. Remélem, most már tudjátok, hogy ebben az iskolában ki az igazi. Nem Megami Psycho, hanem én. Ha behódoltok nekem, akkor kegyes leszek hozzátok. A szolgáim lesztek. És közös erővel megdöntjük a diáktanács hatalmát. Na jó van, tanárnő.
innen átveszem. Fáradjon ki szépen. Na oké, fiúk, lányok, a tanáratoknak sürgős elintézni valója akad, úgyhogy mától én vagyok az új tanáratok. És ott van a Vájfumi. Kitakavaszán, mi újság? A hatalmas, dús fúrójné most is gyönyörűek. Azért feltűnt már nekik, hogy a tanár nincs itt. De az, hogy egy fénykarddal belevágtam, az persze nem tűnt fel nekik. Csak az, hogy nincs itt. Na jó van, fiúk, lányok, elnézést a rendkívüli óráért, de most forradalma fog kirobbantani köztetek. Megami Psychónak az elnyomását túl régóta tűrjük. Ez az egész iskola sötétséggel telt meg. Itt az ideje, hogy elsöpörjük a diáktanács hatalmát. Ki tart velem? Na jó, oké. Aki velem tart, az rohanjon ki a teremből az udvarra. Örülök, hogy meggondolják magukat. De természetesen téged nem foglak megütni Kitakavaszán. Hát, ha a másik teremben nagyobb szerencsém lesz. Tanárnő, kérem távozzon. Most se tűnt még fel nekik, hogy valaki egy fénykarddal belevágott a szenszejbe. Oké, fiúk, lányok, aki velem tart, az rohanjon ki az udvarra. Ó, megjött, mint a banta lovazás. Ó, és vagy nézem, itt is van a mid boss. Adok neked egy kis ízelítőt abból, amit Megami Psycho fog kapni tőlem. Ez még csak az első vér. Halott? Alig egy fél órája találtam rá a holttestére. Fénykard által ejtett sebek. Bárki is tette, értette a dolgát. Heh, ami kis rendfenntartókból azért többet néztem volna ki. Csúfos vég annak a félszemű izomagyúnak. Az ott éppen órát tartó tanárnő elmondása szerint egyszer csak valaki fénykarddal megcsapta őt. Ennek hatására inkább kimenekült a teremből. A diákoknak ebből semmi sem tűnt fel, viszont nem sokkal később ők is fénykardvágást éreztek a testükön. Így pánikszerűen elhagyták a termet. Arra! Csak nem... ő lenne az? A bujdosó Yandere visszatért csak is azért, hogy az anyja sorsára jusson. Milyen ironikus! Elég! Mindannyian tudjátok, hogy mit várok el tőletek. Ha ez valóban Ayano, akkor minél előbb el kell tennetek láb alól. De elnök asszony, mégiscsak Ayanóról van szó, Ryoba Aishi lányáról. Ha figyelembe vesszük, hogy sikerült megölnie a nagy négyek egyikét, badarság! Hitvány tudása nem vetekedhet a sötét oldal hatalmával. Mit tegyünk hát? Ayano a vesztébe sétált. Öljétek meg! De elnök asszony, biztos, hogy ez törvényes? Én majd azzá teszem. A diák tanács rohamosztagosai másnap egyből megrohamozták Ayano lakását. Ismét itt a reggel, és egy nagyszerű napnak nézünk elébe. Így gyorsan kirohannak a mosdóba, és aztán irány is a suli. Halljátok ezt a hangot? Mintha az előszobából jönne. Valakik betörtek a házba. Na jó, srácok. Én kimegyek. Ezek minden bizonnyal Megami Psychónak az emberei.
Hát most bizony, nagy fába vágták a fejszíjüket. Oké, srácok. Mintha mozgás hallanék. Azonnal körbe kell kémlelnünk. Megami Psycho emberei bárhol ott lehetnek. Például az asztal alatt. Az asztal alatt nincsenek. Oké. Itt vannak Megami Psycho rohamasztagosai! Oké, nehéz tüzérségre vártunk. Ne! És Ayano mester elbukott. Az a kénynek. Igen, igen, ura vagyok a helyzetnek. Azta. Sosem hittem volna, hogy a diák tanács eddig elmegy. Hogy megrohamozzák a házamat. De én nem adom könnyen magam. Nézzük, mink van. Valami jó kis Yandere fegyver. Granáde! Igen. Na, ezt használt. Egész jó vagyok. Oké, srácok, nem lesz ez így jó. Le kell menekülnöm a pincébe. Oké, igen, igen, menjünk, menjünk, menjünk. Oké, és jaj, hát te meg ki vagy? Ja, hát téged a múlt héten raboltalak el a suliból. Már meg is feledkeztem rólad. Látom, ki tudtál szabadulni a székből is. Ha valakit elrabolok, akkor legközelebb jobban meg kell erősítenem a székeket. Te is kirágtad magad, mi? Oké, vázolom a szituációt. A diáktanás megtámadta az épületet. Tudsz fegyvert használni? A hallgatásra, a bizakodásra ad okot. Persze Ayanon a keszehágában sem volt elugrani a Dagobah rendszerbe, és miután túlélte a reggeli támadást, rájött, hogy ez a harc még a gát szélénél is keményebb lesz. Úgyhogy, miközben felkészült az összecsapásra, még egyszer felkeresett minden számára fontos személyt. Kitagavaszan, csak mi ketten, menjünk el valahova. Beszélnem kell veled. Ez az iskola hamarosan csatatéré fog válni. Az első csapást már rámértem a diák tanácsra. Azonban ez csupán csak a kezdet. Most már tudják, hogy itt vagyok. És tisztában vannak vele, hogy számomra te nem vagy közömbös, és igazából nem akarlak téged veszélybe sodorni. Keressünk egy helyet csak mi ketten, ahol nyugodtan beszélhetünk. Ayano, hát itt vagy! Beszélni akartál velem? Kitagavaszan, ahogy már mondtam, itt hamarosan elszabadul a pokol. Úgyhogy kérlek, hallgassál alaposan végig. Megami Psychonak a csillagrombolói már földkörüli pályára álltak, valamint a Psycho Star is hamarosan megkerüli a bolygót. Így hát kérlek, hagyd el minél hamarabb a várost, sőt az egész bolygót. Nem tudnám elviselni, ha bajod esne. Ugyan, Ayano. Tudod, hogy én sosem hagynálak cserben. Itt leszek melletted végig, és támogatni foglak a rád váró kemény harcban. Tudod, akárhány lányjal is ismerkedtem meg eddig, általában mindegyiknek baltát állítottam a fejébe. Azonban te vagy az első, akinél nem érzek efféle késztetést. Neked csak maximum egy ollót döfnék a lábadba, de azt is csak akkor, ha éppen rossz kedvem van. Tudod, ha csak rád nézek,
Egyszerűen rohadok a vágytól, hogy ezt a videót nem családbaráttá tegyem. Ajánó, jurizzunk, de egy olyan embereset. Fújra rá vagyok dumálva. Ó, Kitagawa-san, olyan gyönyörű vagy. Tudod, én általában a farokra megyek, de az engem irányító YouTube videós mégiscsak fiú, így nem tudok ellenállni neked. Ó, Ayano, még senki sem mondott ilyen szépeket nekem. De ugye nem csak a 10x10-es fúróhaja miatt szeretsz. Nem, csak azért. De azt hallottam, hogy Kokona Haruka után is szoktad csorgatni a nyálod. Igen, de őt az esetek többségében kinyírni szoktam. Viszont te más vagy. Igaz, hogy a szívem elsősorban senpai felé húz, de képtelen vagyok téged kiverni a fejemből. Eközben Kuroko Kamenaga a szokásos rutin ellenőrzését tartja az iskolában, ami során többek között azt is leellenőrzi, hogy a tanóra időben nincsenek a tornaszertárban Kuro diákok. És most következzen egy közösségi szavazás. Hogyan fejeződjön be a videó? Ha azt szeretné, hogy Ayano egy áldász csatában megküzdjön Kuroko Kamenagával, akkor nyomja meg az egyes gombot. Ha azt szeretné, hogy Kuroko Kamenaga beszálljon a jurizásba, akkor nyomja meg a kettes gombot. Ha pedig azt szeretné, hogy Rafani levegye a maszkját úgy, hogy nem használ cenzúra smile-it sem, akkor nyomja meg a hármas gombot. Köszönjük a szavazatokat!